az első fél idő az igen nehézre sikeredett, ahol mondjuk úgy gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, egy 15-20 perc után abszolút átvette az irányítást a Szombathely, és ott szerencsék is volt, és az egy, nem azt mondom, hogy katasztrofális volt a teljesítmény, hanem inkább úgy fogalmazott, hogy a Szombathely volt jobb. Abban az utolsó 20 percben a másik fél idő úgy gondolom, hogy teljesen rendben volt. Területekbe bemozogtunk, egy-egyeket jól csináltuk meg, erősek, masszívak voltunk, és úgy gondolom, hogy a helyzetek alapján bőven megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. Meg volt a játékosokban az az ötletszerűség, meg volt ez az akarat, az a humor, az a jó kedv, ami hozzásegítette a csapatot. Amellett természetesen kellettek azért ahhoz, hogy ilyen gólokat tudjunk rúgni, kellettek a párharcok, amiket megnyertünk. Fontos volt, hogy nem tudott az ellenfél úgy mögén kerülni, és a területekre olyan szinten bejátszani a labdákat, amiből veszély lett volna, úgyhogy összességében elégedett az ember, de attól függetlenül az első fél időben vannak, hogy voltak olyan hiányosságok, amit ki kell majd elemezni. Köszönöm szépen! Van kérdés a Sajtó részéről? Nem, ez is volt Tamás, nem vagyok szerelmes belé, ezt előre bocsátom, de nem először fogja elő, hogy meg kell dicsérjem a cseréjét. A 35 percre lecserélte a Tóthort és bejött a Nono. Elhúzódott. Bocsánat, hogy egy stabilabbá vált a közös perc, és beosztott a második elején Urait, aki egy két gólba is benne volt. Tehát a kérdés, hogy véletlen műveletek, vagy ez a véletlenzai, vagy ráérzel erre a dologra, rábízom. Ez a szerencsé kérdése is, de a Zugira visszatérve, mert a Nono esetében, én úgy terveztem, hogy mind a ketten bejönnek a fél időben, amikor az ellenfél egy kicsit fáradtabb, ez a nehéz talaj megfogja őket, akkor ők azzal a friss lendülettel pluszba hozzá tudnak tenni a játékunkhoz. Na most a Nono előbb bejött sérülés miatt, a Zubi pedig a fél időbe szállt be, és hát amit terveztünk, amit vártunk tőle, az a dinamika, az a jókedv, az benne volt a játékában. Természetesen tegnap nem tetszett neki, és csalódott volt, amikor mondtam neki, hogy nem fog kezdeni. Igen, tehát a kérdés, hogy miért nem kezdett a... Ja, hát éppen ezért, mert úgy gondoltam, hogy nagyobb lendületet tud adni a csapatnak a fél idő után. Annak ellenére, hogy pillanatnyilag a legjobb formában lévő játékosok. Szóval, ha úgy nézed, akkor ez első lett volna rosszul is, hogy ha kikapsz egy nullát, akkor utána a fejemet veszik. Akkor ezt kérdeztem volna, hogy miért nem játszottam a legjobb előre. Úgyhogy ez a cserékkel kapcsolatban ez mindig olyan, hogy ha nyer a csapat, akkor az edző az nagyon jó cserét, hogyha veszít a csapat, akkor pedig rosszul csináltál valamit, úgyhogy ez szállítanak a játékosan dőlt el, mert fejbe föl tudta dolgozni, hogy megértette, hogy miért tervezzük ki, és miért hozzuk a fél időbe. Köszönöm. Van-e más részéről kérdés? Nincsen, akkor köszönöm.